Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ez egy reading az Akasha krónikából. Az Akasha krónika az egy ilyen titkos könyv, mondhatnám úgy is a titkok könyve, hiszen itt vannak a sors útak leírva. Milyen üzenet van számodra július 12-ére? Ezt most én elmondom. A mai napon rendbe kellene valamit tenni, vagy ez a kívánság nálad most, hogy rendeződjenek a dolgok körülötted. A mai napon tudsz okos döntéseket hozni, de légy szerény és visszahúzódó, vagy ez a tartás előnyös számodra. Ügyelj most az anyagiakra, ne költekezz túl sokat, ne adj pénzt ki olyan dolgokra, ami felesleges, hanem inkább arra figyelj oda, hogy mi értékes számodra. És ha találsz magadnak valami szépet, akkor azt vedd meg, ajándékozd meg magad ezzel. Valaki gondol rád a múltból, és hamarosan visszatér hozzád. Ami pedig a szerelmet illeti, a lelki társad álmodozik rólad, megvannak a vágyak, a remények, hamarosan lesz egy közeledés, mély érzelmekkel, és ez szép, harmonikus és romantikus. Ahol gondjaid vannak, ezek a lakásügyek, vagy a szomszédok, vagy a rokonság. Azon kívül a munkahelyen is vannak csalódások, de hidd el, javulni fog a helyzet. Ha munkahelyet keresel, akkor megvan arra a lehetőség, hogy hamarosan legyen itt egy munkahelyi szerződés. Amennyiben elutazol valahova, ott lesz egy kellemes meglepetés. Ez az út lehet egy belső út is, utal spirituális területekre, vagy a hitedre, és ez most erősödni fog. Bíz magadban! Most nálad megvan ez a kívánság, hogy elismerést kapj másoktól, de úgy érzed, hogy ők átnéznek rajtad, nem vesznek észre, nincs meg a megbecsülés. Ennek ellenére erősítsd a hitedet, légy magabiztos. Legyen meg ez a fellépésed, ez az önbizalmad, mert ez a te sikered. És ha ez sikerülni fog, akkor mások észrevesznek téged, megkapod az elismerést. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!